Köszöntöm nézőinket, beszélgető társam Nyester Ferenc, a polgármesteri hivatal építési és műszaki irodájának a vezetője, akik mostanában az elmúlt napokban már jártak este a városban, láthatták, hogy újból karácsonyi fényben úszik a város. Mi mindent helyeztek most ki idén? Köszöntöm szépen minden kedves nézőt, én is. Advent első vasárnapjára a díszvilágítást felszereltettük a városba. Ez mintegy 34 darab közvilágítási oszlopra történő díszvilágító egység került felszerelésre. Ez az elmúlt évekhez képest mintegy 30%-kal több, hiszen ez év elején sikerült újabb berendezéseket, ilyen díszítő elemeket vásárolnunk, és így már a korábbi 20-22 díszítő egységhez képest 34-re növekedett, amit ki tudtunk helyezni. Helyileg a városközpontot próbáltuk lefedni, ott, ahol már a közvilágítás szolgáltatója képített ilyen speciális dobozokat. Ezekre tudtunk rácsatlakozni, és így a Madarasi úton egészen a tűzoltóságig el tudtunk menni. A Dózsa-György úton a Dérinél központig el tudtunk menni. A Kálvin utcán, ugye a Larányi úti kereszteződésen is újelemként még a Larányi úton egészen a CBA-ig, a volt profi területéig tudtunk elmenni, és tudtuk felszerelni ezeket a díszítő elemeket. Ezen túlmenőleg hagyományos módon a Városháza épületének a homlokzatán vannak még díszítő elemek, ugye az Eresz alatt, illetve hát az Erkénynél, amelyeket felújítottunk, hiszen elhasználódtak az elmúlt években. Ezen túlmenőleg még 4 darab fára tettünk díszítő elemeket, amikkel próbáljuk reprezentálni ezt a karcagi hangulatot, karácsonyi hangulatot. Köszönjük szépen, és akkor reméljük, hogy jövőre még újabb elemekkel is gyarapodhat ez a jelenlegi meglévő állomány. Hát amennyiben lesz rá lehetőségünk, akkor próbálunk élni a pályázati lehetőségekkel, bízunk, sikeresek lesznek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget!